rengeteg dolog befolyásolhatja a politika alakulását. A közelgő választásokig is még rengeteg víz lefolyik a Dunán, ki tudja, ki mivel fog előrukkolni még addig. Van azonban egy csöppet sem elhanyagolható tényező, amely már az előválasztáson is rendkívül fontos szerepet játszott. Az is egy elég nagy részben ennek köszönhető, hogy Márki-Zay Péter nyerte az előválasztást. Emlékeztek még, hogy mire hivatkozott, mielőtt Karácsony Gergely visszalépett? Ezt az egyszerű tényt, ezt a minden kutatás, minden felmérés és a józan észre is alátámasztott tényt. Ez a villamos, ez jó néhány közvéleménykutatás formájában érkezett, hiszen ennek a hétnek a közvéleménykutatásai eredményei most kerültek publikálásra. A közvéleménykutatásokra. És sikerült. Elérte, hogy Karácsony Gergely visszalépjen. Némi mérlegelés után, de jó szívvel és tiszta szívvel jelentem be önöknek, hogy a miniszterelnök jelölti kampányomat befejezem, és az engem támogató állampolgárokat, pártokat, szervezeteket, közösségeket arra kérem, hogy az előválasztás második fordulójában Márki-Zay Péterre szavazzon. Határozottan kijelenthető, hogy a kutatásoknak bizony nem kevés vélemény és eredményformáló hatása van. Ezt járjuk ma körbe. Kezdjük azzal, hogy beszélünk a közvéleménykutatások ideális funkciójáról. Azzal még önmagában nincsen nagy baj, ha egy politikai párt megbízik egy céget, hogy kutassa ki, hogyan is állnak. Fontos, hogy lássák, milyen korosztályban népszerűek, kiket kell és kiket tudnak még meggyőzni, hol kell erősödniük, illetve kiknek a szavazatára számíthatnak biztosan. Igen, a kutatások ideális szerepe alapvetően ez. Na de mit tesz hitelessé egy kutatást? A reprezentativitása, amit az adatok ismerete hordoz magával. Minél több dolgot tudunk meg a megkérdezettekről, annál pontosabb képet kaphatunk. Ismerni kell a lakóhelyét, az életkorát, a nemét, a végzettségét. Ha ezek megvannak, még pluszban hozzátehet, ha tudjuk igen, a vagyoni helyzetét. Nem, most nem élek rá. Nem, hagyjon most békén, ne haragudjon. Viszont hallásra. Nem élek rá, viszont hallásra. Megőrítenek ezek a közvéleménykutatók rohadt idegesítők. Ez is jól mutatja, hogy alapvetően nem egy könnyű, illetve hálás munka folyamat ez. És a választás még egy egyszerűbb kutatói téma. A legfontosabb kérdések. Miért szállingoznak jobbra és balra a folyamatos közvéleménykutatások? Miért foglalkozik ezzel ennyi cég, és miért fontos a pártoknak, hogy ezek nyilvánosak legyenek? Illetve miért alapoznak még mindig sokan a kutatásokra, amikor ezek nagyon-nagyon kis százalékban találják el azt, hogy mi is fog történni? És ez nem csak itthon van így. A 2016-os amerikai elnökválasztás alkalmával igen csavaros történéseket figyelhettünk meg. A legtöbb ottani kutatást azt mutatta, hogy Clinton az esélyesebb, a hőmérőzések alapján az jött ki, őrá többen fognak szavazni. Ezek a kutatások tévedtek is, meg nem is. Ugyanis Clinton elveszítette a versenyt Trumppal szemben, de összességében többen szavaztak Hillary Clintonra. Azonban, mivel az Egyesült Államokban elektori rendszer van, így Trump lett az elnök. So right now we have Hillary's about a 75 or an 80% favorite. We have different versions of the forecast you can look at. Poll has Hillary Clinton up by double digits nationally, 12 points, 50-38, four-way race. Trump haters, all of the Hillary Clinton supporters, all of the people that said that my Trump was gonna lose. So I say to you this morning, the day after the election. Hoppá! De azért hazai példa is akad. Lásd, Hódmezővásárhely 2018-as időközi polgármesteri választása, vagy a 2019-es budapesti főpolgármester választás. Budapest esetében nagyon hangosak voltak a kutatások, és a legtöbbje attól zengett, hogy Tarlós István a Fidesz jelöltje fog nyerni. Utólag visszagondolva furcsa, hogy ez bárki is gondolta, hiszen tudva levő, hogy éppen a főváros az a hely, ahol a Fidesz gyengébb, de hát utólag okos az ember. Akkor miért nyomták az ellenkezőjét? Tévedésükkel csak saját magukat hozzák idétlen helyzetbe. Két lehetőség van. Vagy tényleg elhitték, hogy nyerhetnek, vagy azért tolták ennyire, hogy nyerjenek. Na, ezt ki kell fejteni.
A bandwagon effekt, más néven a tarcsa győztessel hatás fontos szerepet játszik a politológusok szerint a politikai szintéren. Angelus Robert már 2002-ben arról írt, hogy a közvéleménykutató intézetek megismerő és tájékoztató funkciójáról alkotott képet jelentősen megváltoztatta az effektus felfedezése. A jelenséget már 1944-ben felfedezték. A kutatók megfigyelték, hogy a választási szándék formálódásában szignifikáns szerepük volt azoknak az elképzeléseknek, amelyeket a vizsgálati személyek a választás várható kimeneteléről, a potenciális győztesről alakítottak ki. Magyarul az emberek véleményét nagyban befolyásolta az, hogy kit jósolnak győztesnek. Senki nem csinál belőle titkot, hogy bizony különböző közvéleménykutató cégek előszeretettel orientálódnak jobbra vagy balra. Míg a Század Vég vagy a Nézőpont Intézet a kormánypárti narratívát nyomja, ez a publikációjukból is jól kivehető, addig a Republikon vagy a Publikus az ellenzéki táborhoz köthető. És ez a kutatási eredményeikből is jól látszik. Mind a ketten mást jósolnak győztesnek. És mi következik ebből? Az, hogy egyik oldalnak sem lehet inni igazából, és így még következtetése is igen nehéz jutni. Ugye a kedvencem ez ügyben, ez a én egyik közvéleménykutatónak sem hiszek, ezért átlagolom őket. Na de a hazugságok átlaga az nem tudja kiadni az igazságot. A jelenlegi választás esetében teljesen egyértelmű, hogy két politikai tömb között fog eldőlni a verseny. De ringbe szállnak a kispártok is, akiknek az elsődleges céljuk nem is a kormányra kerülés, hanem a parlamenti küszöb megugrása. Az ő eredményeik is kiemelt helyet kapnak a kutatások publikációiban. Noha csak két kisebb párt szokott szerepelni, mivel a másik kettőnek igencsak megkérdőjelezhetőek az ajánlásaik. Önmagában a létezésük is. Az összefogás pártjai még bíztatták a kétfarkú kutyákat, hogy induljanak az előválasztáson, azonban a kispárt nemet mondott. Később Márki-Zay Péter egy utcafórumán azt mondta, aki nem az ellenzéki összefogásra szavaz, az a Fideszre szavaz. Innentől kezdve nem csoda, ha mind a Publikus, mind a Republikon mérései a parlamenti küszöb alá jósolja a kispártok szavazatait. Ezen közvéleménykutatások eredményeit lobogtatva próbálják sokszor visszalépésre késztetni a kispártokat, illetve átszavazásra a választóikat. A parlamenti küszöb alá való jóslás azt az üzenetet hordozza magában, hogy az adott kispárt csak arra jó, hogy elvegye a szavazatokat az esélyesebbnek mondott ellenzéki tömörüléstől. Így próbálják mind a választókat, mind a pártokat sarokba szorítani a kutatások segítségével. Onnantól kezdve, hogyha ők akár elindulnak, ugyanúgy, mint az összes többi Fidesz által motivált párt, aki a Fidesz felületei hirdeti magát, és a többi, elég egyszerűen... A kétfarkú és gatyán pártja ugyanaz ebből a szempontból? Ebből a szempontból, hogyha az ellenzéki szavazatok megosztása a cél, akkor természetesen ugyanaz. Mi is történik tehát? A kutatásokból, melyeknek eredeti funkciója az volt, hogy megmutassák, hogy mire számíthatunk, egy közvéleményt formáló üzletág lett. Nem a kutatás hitelessége az elsődleges cél, hanem a különböző politikai narratívák alátámasztása. Továbbá nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy a kutatások hitelességét ellenőrizni kvázi lehetetlen. Hiába van odaírva a grafikonok alá a módszertan, hogy hány ember, meg hogy milyen adatok alapján, annak valódiságát, valóságtartalmát igazolni vagy cáfolni nem lehet. Adatvédelmi szabályzatra, meg cégtitokra bárki bármikor akárhogyan hivatkozhat. Általános életigazság, hogy amit az interneten hallasz vagy látsz, az fenntartásokkal kezeld. És ez persze igaz lehet akár erre a videóra is. Ez volt a Faltól Falig 15. adása. Ha tetszett, iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, illetve lájkoljatok és kommenteljetek. Támogatni is tudtok bennünket, amennyiben módotokban áll, ehhez megtaláljátok a linket a leírásban. Április 3-án pedig menjetek el szavazni. Mi is ott leszünk.